Üdvözöllek itt Újhelyi Szabolcs Zoárt. 2008 óta kutatom azokat a természetes megoldásokat, melyek segíthetnek abban, hogy jobb testi, lelki és szellemi állapotba kerüljünk. Ebben a videóban az áteresztő bélszindróma jelenségéről, vagy másik nevén a szivárgó bélszindrómáról lesz szó. Szó lesz a legfontosabb ételekről is, melyeket ajánlott a probléma megléte esetén fogyasztani. Magyarországon kevesen ismerik ezt a problémát, pedig egyre növekszik azok száma, akiknél ez a jelenség kialakul a bélrendszerben. A jelenséget leginkább az összefonódott ujjak segítségével lehet szemléltetni, olyan, mintha az összefonódott ujjak elkezdenének szétcsúszni. Tehát meglazul a bélrendszernél a bélfal. A kutatók szerint a probléma legfőbb okozója a glutén, viszont vannak olyan betegek is, akik nem esznek glutént, mégis kialakul náluk a probléma. Az eddigi kutatások alapján az áteresztő bélszindróma valójában a skorbut egy verziója, tehát a C-vitamin hiány az oka, mivel a C-vitamin kontrollálja a kollagén képződését is, mely anyag jelentős építőköve a testünknek, ha drasztikusan lecsökken a kollagén szintje, akkor a bélfal is meggyengül. Ugye a bélfalakon keresztül szívódnak fel a tápanyagok a nyirokrendszerbe, pici 1-2 mikron nagyságú réseken keresztül. Ha a bélfal meggyengül, akkor ezek a kis lyukacskák akár 200-300 mikron nagyságúra is kitágulnak, aminek következtében emésztetlen fehérje kerül be a bélrendszerből a nyirokrendszerbe. Az immunrendszerünk ezt azonnal érzékeli és nem tolerálja a jelenséget, elkezd antitesteket termelni az emésztetlen fehérjék elpusztításához. Így alakul ki az ételallergia és az ételintolerancia, egyszerűen azért, mert hiány van a C-vitaminból a testünkben. Az áteresztő bélszindróma következménye az ízületi gyulladások, az autoimmun betegségek, vagy például az asztma is. Felvetődik innentől a kérdés, hogy miért alakul ki a C-vitamin hiány, mert nem eszünk elegendő zöldséget és gyümölcsöt? Nagyon sokan szednek Magyarországon is C-vitamin készítményeket, sajnos a kereskedelmi forgalomban lévő C-vitaminok jelentős része szintetikus állapotban van, és csak aszkorbinsav. Az aszkorbinsav a C-vitaminnak csak egy része, és önmagában minimális pozitív hatása van a szervezetünkben. A természetben a C-vitamin az aszkorbinsavon kívül tartalmaz még P-vitamint, rutint, K-vitamint, illetve egy J-faktornak nevezett részt is, amely egy gyulladás ellenes összetevő, ami például növeli az oxigén szintet a sejtekben. Tehát ahhoz, hogy valamit C-vitaminnak nevezzünk, abban benne kell legyenek ezek az előfelsorolt anyagok is, mert a természet így alkotta meg a C-vitamint, és Szent György professzor is erről beszélt, és nem csak önmagában az aszkorbinsavról. A pár száz vagy néhány ezer forintos C-vitaminok többsége kizárólag aszkorbinsavból állnak, nem tartalmazzák a többi összetevőt, és így igazából fogyasztásukkal minimális pozitív hatást tudsz gyakorolni a testedre. A C-vitamint legjobban zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával lehet pótolni, mert bennük eredeti természet által megalkotott állapotában van jelen a C-vitamin. Jó C-vitamin források a zöldségek közül a brokkoli, a káposztafélék, a kelbimbó, a petrezselyem, a hagyma és ugye a paprika is. Kiváló C-vitamin források a gyümölcsök közül a ribizli, a kiwi, a narancs, a grapefruit, a lime, illetve a homoktövis, amit legegyszerűbben gyümölcslé formájában vásárolhatsz meg gyógynövény és egészségboltokban, webáruházakban. Zöldségekből, gyümölcsökből pótolni a C-vitamin, tehát nagyon fontos, illetve vannak olyan állapotok, amikor a pótlás még inkább életbevágó. Az egyik leggyakoribb állapot, amit sokakat érint, az a cukorbetegség. Magyarországon 1 millió cukorbeteg él, sokuk nem is tudja, hogy cukorbeteg, vagy a cukorbetegség előszobájában van. A magas vércukorszint rengeteg inzulint követel meg a hasnyálmirigytől, ez az inzulin működéshez viszont rengeteg C-vitaminra van szükség, tehát a sok cukor fogyasztásával megnő a C-vitamin igénye is a szervezetnek, és ha ezt nem kapja meg, az áteresztő bélszindróma kialakulásának valószínűsége is megemelkedik. A dohányosoknak is több C-vitaminra van szüksége egy átlagemberhez képest. Ahhoz, hogy megszabaduljunk az áteresztő bélszindrómától, fontos elhagyni a gabonaféléket, az alkoholt, az antibiotikumokat, a cukrot és a hagyományos bolti tejtermékek fogyasztását, és minden olyan ételt, amely gyulladásokat okoz a bélrendszerben és károsítja a bélflórát. Nézzük most meg a legfontosabb ételeket, amelyeket a magas C-vitamin tartalmú zöldségek és gyümölcsök mellett
érdemes még fogyasztani a probléma fennállásakor. Az első és legfontosabb a húsleves leve, mivel rengeteg kollagént tartalmaz. A húslevest főzt 2-3 fajta húsból sok zöldséggel, lassú lángon, akár 10-15 órán keresztül, majd szűrd le és tartsd hidegen. Fogyasztás előtt melegítsd fel picit, és naponta igyál belőle, akár 3-4 alkalommal egy-egy pohárral. A bélrendszer támogatók második fontos csoportja a probiotikus anyagokat tartalmazó ételek, ide tartozik a joghurt, a kefir, a legeltetett kecskék tejéből készült készítmények, a kovászos uborka, a savanyú káposzta, illetve érdemes jobb minőségű probiotikum készítményeket is szedni. A harmadik anyag, amivel a bélfalak állapota javítható, egy flavonoidféle, a kvercetin, ami főként a bogyós gyümölcsökben fordul elő. Súlyos esetben érdemes kvercetin tartalmú étrendkiegészítőket is szedni, akár 2000 mg naponta, illetve a virágpornak van még jelentős kvercetin tartalma. A virágport reggelire, ebédre lehet fogyasztani, akár önmagában, vagy egy kis mézben elkeverve. A bélrendszer állapotának helyreállítását segíti még a kókuszolaj, a csíráztatott magvak, illetve a magas omega-3 tartalmú ételek, mint például ugye a halételek. Ha az áteresztő bélszindróma problémájával küzdesz, vagy gyanítod, hogy az áll nálad fent, írd meg a tapasztalataidat a hozzászólásokba, illetve tudsz gyógyulási megoldásokról, oszd meg másokkal is. Ha személyes kérdésed van, küldd el nekem e-mailben, és ha még nem iratkoztál fel a videó csatornára, ne felejtsd el megtenni, hogy időben értesülj a következő videókról. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárt, ebben a videóban az áteresztő bélszindrómáról volt szó. Jó egészséget kívánok neked, és köszönöm a figyelmed.